Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. Ez a kávésüti Bitcoin 2022. szeptember 15. napján. Nézzük, hogy mit látunk a Bitcoin grafikonokon. Egy hetes Bitcoin grafikon, itt igazából továbbra is, hogyha három darab pontos, magas idősávú szintet szeretnék bejelölni, akkor az egyik az, ahol éppen pihen az árfolyam, ez pedig a 2017-18-as Bika piacnak a csúcspontja, ezt teszteljük jelenleg vissza. A következő pontos szintnek ezt a 29-30 ezer dolláros szintet tartom. Én szerintem a mostani bika és medve piac közötti makroidősávon nagyjából ez a határ, és ha egy picit közelebb megyünk, akkor ezt a szintet, ami itt a, a májusi leszúrásnak a mélypontja volt, ezt jelölném még be. Nagyjából horizontálisan ezek jellemzik most a bitcoinnak a mozgását, ezek azok, amik makroidősávon fontos szintek itt az egyhetes grafikonon. Hogyha a trendstruktúrát nézzük, akkor a magas idősávú mozgó átlagunk itt jön lefele, az árakció fölött van, tehát medvepiacon vagyunk, a chartbank indikátor továbbra is piros gyertyákat rajzol nekünk, tehát a momentum itt magas hetes idősávú medvés, ami egy jó hír ezen a grafikonon, az az, hogy itt látunk egy dupla aljat, és reméljük, hogy ezt azért a ezen a héten még egy pattanással megerősítik majd nekünk. Továbbá az eresi mozgásában egy felfele mozgást figyelhetünk meg, a tripla eresi jobban látszik, mert ott gyorsabban reagáló eresik is vannak, de itt a 14-esen is fel tudom nektek rajzolni, és ha kinagyítom, akkor látjátok, hogy egy egyértelműen emelkedő mozgás van az eresének az árfolyamában, úgy, hogy közben nagyjából azonos szinten levő ajpontokat kapunk, ez egy bikás divergencia. Úgyhogy itt hetes grafikonon alapvetően egy medvepiacon medvés momentumon vagyunk, de divergál felfele a piac, ez utalhat egyfajta ajképzésre, illetve ez a divergencia, ez megerősíti annak a támasznak a szerepét, amin jelenleg csücsül a bitcoinnak az árfolyama. Akkor, hogyha ez a mostani támasz elveszik, én továbbra is azt mondom, hogy ezen a szinten ö, Komoly támasz nincsen, tehát akkor nagyjából ide ez a 11-12-13 ezer dolláros szín, ahova várnám a bitcoinnak az árfolyamát, akkor, hogyha innen a mostani szintről leszakadunk. Nézzünk egy rövidebb idősávra. Háromnapos grafikon, ez nekem a kedvenc idősávom bitcoin kereskedésre. Azt látjuk, hogy itt egy teljesen irány nélküli és iránykereső piacon vagyunk. Nézzük meg, a három mozgó átlagunk az ebben a szűk zónában 20100 és 21.500 között van teljesen összerendeződve. Itt most már egy irányba megy mind a három mozgó átlag, nagyon szépen ki van konszolidálva ez a piac, hogyha egy pillanatra felakom a Bollinger szalagot, akkor ugyanezt fogja nekünk megmutatni. Nézzétek meg, a Bollinger az jelenleg így mutatja a bitcoinnak a piacát, teljesen összeszűkülve, egy teljesen horizontális irányú mozgás a Bollinger szalag alapján jelenleg ebben a piacban a háromnapos grafikonon semmilyen irány nincsen, az alsó széle ennek a szalagnak 19.000 ezer dollárnál van, a felső széle pedig 25.000 ezer dollárnál, és ez az a zóna, amiben oldalazik jelenleg a bitcoinnak az árfolyama. A csárpánk indikátor az ebben a gyertyában megint egy piros gyertyát rajzol nekünk még 18 óra van hátra gyertyazárásig, azaz medvés momentumot érzékel a piacon. Ezen a csárton is fel tudjuk rajzolni az eresi mozgásában ezt az emelkedő mozgást, továbbá azt látjuk, hogy az ószamosz awesome szillátor is egy emelkedő mozgásban van. Ez biztató, ez azt jelenti, hogy ez a szint, amin pihen az árfolyam, ez a korábbi 2017-18-as szint, ez egy valid támasz, hiszen a divergenciák jelenléte az mindig a támasznak a validálására egy nagyon-nagyon jó eszköz. Egyebek iránt ahogy azt láttuk, a zónánk az nagyjából ez a 25 ezer-től 19 ezer dollárig terjedő zóna. Igazából ebben, amíg oda-vissza mászkál a bitcoinnak az árfolyam, addig komoly irányt nem látunk a piacon. Valószínűleg az ebből a történő kitörés fogja majd nekünk megmutatni, hogy mire számíthatunk itt közép-hosszú távon. Egy napos bitcoin grafikon ennek igazából most iránya nincsen. Ugye figyeltük itt pár nappal ezelőtt ezt a, a divergenciát, itt a gyors seresében mutatom, de itt is látott a 14-es eresében, hogy alapvetően emelkedő mélypontok voltak, itt meg csökkenő mélypontok voltak, ez ki is adta nekünk ezt a nagyon szép emelkedést, azonban a négy órás csártot néztük, nagyon sokáig láttuk, hogy ez az emelkedés már divergens volt, és ez szépen egy ilyen korrekciót is adott nekünk. Itt hektikusan mozog ideges a piac, de nem tudja elhagyni ezt a 19000 ezer-től 25 ezer dollárig terjedő zónát, ebben oldalazunk most. Itt egy napos csárton, ami egy érdekesség, hogy az ószam awesome oszcillátor az nem tud felkeresztezni bikás szintre. Nézzük meg, hogy majdnem felkeresztezett, de most megint lefele fordult. A ószamoszillátornak awesome oszcillátornak a keresztezései azok historikusan nekem mindig fontos jelek voltak arra, hogy esetleg bitcoin beszállóban lehet gondolkozni. Főleg a háromnapos csárton nézem, de itt a, a napos csárton is egész jó jeleket tud adni nekünk. Az RSI Mozgásában azt látjuk, hogy itt van az rsi egy nagyon erős ellenállás szintje, ezt nem nagyon tudja a napos grafikonon az RSI átkerestezni már régóta. Ugyanakkor azért a mozgásában a jó hír az, hogy alapvetően egy emelkedő mozgást látunk, tehát magasabb mélypontokat csinál nekünk jelenleg az RSI és azt is látjuk, hogy itt is jelenleg egy emelkedő mozgásban van, ami nagyon fontos, hogy a saját 100 periódusos exponenciális mozgó átlaga fölött van az RSI, ez pedig az én számomra egy bikás jel. A megdi histogram még bikás területen van, de jön lefelé, a tripla eresing az pedig beállt egy ilyen teljesen indecizív formába, itt vannak a nagyon összeszűkülve, teljesen viszintesen a vonalak, ez egy indecizív állapot, az 50-es szint alatt van, ez egy kicsit medvés momentumot jelöl, de jelenleg azt lehet mondani, hogy egy iránykereső formában van, itt 20 ezer dollár magasságában a bitcoinnak az árfolyama. Ahogy mondtam, igazából közép-hosszú távon az irány nekünk azt fogja megmutatni, hogy ebből a dobozkából merre fele távozik a bitcoinnak az árfolyama. Ha lefele távozik, akkor én azt gondolom, hogy irány a 12-13 ezer dolláros szint, Hogyha pedig fölfele indulna el, akkor a következő logikus szint az nagyjából ez a zóna, amiben itt előtte oldalazott a bitcoinnak az árfolyam, ez a 28 és 32 ezer dollár közötti zóna. Én nagyjából így látom a lehetőségeket itt a közeljövő tekintetében. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit tartok pontosnak ma a Bitcoin grafikonokról elmondani nektek. Remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy picit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a Bitcoin piacán. Amennyiben ez így van, akkor találkozzunk holnap a következő ilyen rövid piaci elemzésben. Nektek pedig szép napot és jó kereskedést kívánok. Sziasztok!